Sziasztok, itt vagyunk újra hétköznapig, Marci, ZD és jó magam Bence, és most egy Ghostbusters Afterlife című szellemírtók, az örökség névre fordított movie-ról fogunk beszélgetni. Ugye szellemírtók, az volt régen a 80-as években. 1984. Köszönöm. Szóval, hogy volt kettő rész belőle, és a Dan Aykroyd, a Bill Murray, meg valami Harold nevezetű színész, meg az a fekete ember volt benne. De jó, felkészültél, bazd meg! Harold, szóval, hogy igen. Ő halt meg. Harold halt meg, sajnos. Hogy ez a film, ez ugye folytatja az első két epizódnak a történéseit, nem ignorálja, meg nem rebootolja, meg nem azt csinálja, mint a Paul Feig féle Ghostbusters, hogy mindenki nő benne, csak a Chris Hemsworth a férfi, hanem ez tényleg megpróbálja folytatni ezt a történetet, és szerintem jól csinálta, mert nosztalgikus, és még úgy is nosztalgikus volt, hogy én annyira nem is szeretem a szellemírtókat, meg úgy nem is, hogy nem szeretem, indiferens vagyok a szellemírtókkal kapcsolatban, de nosztalgikus érzésekkel töltötte, ahogy meghallottam a Ecto 1-nek a ninózását, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Nagyon nosztalgikus hangvétele van ugye az egész filmnek. Nagyon-nagyon biztonsági játékot játszottak. Látták, hogy a Paul Feig. Az a film, az nem szabad ilyen új dolgokra elindulni, és kicsit ilyen Star Wars 7 ébredő erő érzésem volt a film nézése közben, amikor néztem, de valamiért tetszett, valamiért jó volt, mert valami nem volt annyira túltolva ez a, mert a Star Warsnak nagyobb az ereje, nagyobb a volumene, mint ennek a szellemírtóskodásnak, és ez a film amúgy nem szellemírtók szerintem, hanem szellemírtó, ha belegondolsz. Mert a kislány volt végig, aki csinálta a dolgokat, meg úgy a végén ő nyomta, meg ő szerelte meg a protonfegyvert, amit nem tudok hova tenni, egy 12 évesen megszereli a protonfegyvert, amit az Aykroydék 1984-ben egyetemet végezve professzorként csinálták, de ő megszerelte 12 évesen, és ő professzornak vallja magát. Szóval azért vannak ilyen buktatók benne, ilyen baromságok szerintem, ami azért kicsit oké, hogy zseniál kislány, de azért nem annyira, hogy egy protonfegyvert szerintem így megszerelgessen, úgyhogy nem is látott még a soha büdös életben ilyet, de ő megszerelte. De valamiért volt ez a flow-ja, volt ez a hangulata, volt ez a, nem tudom, ez a, ami így beszippantott, ami tényleg jó volt, jól nézett ki. A plakát nekem az nagyon bejött, amikor megálltam, hogy a farola az Ecto 1-es rendszámú hullaszállító Nino autó a búzamezőn, de jó lett, nekem úgy tetszett, ilyen Netflix kompatibilis amúgy, nem egy mozifilm, de ilyen Netflix-e meg ilyen streaming szolgáltatókra teljesen elmehet. Én a film közben azon gondolkodtam nagyon sokáig, hogy szegény Finn Wolfhard nagyon rosszkor kezdte el a színészi pályafutását, amikor van egy jobban kinéző, ugyanúgy hasonló kinéző srác, illetve egy jobban színészkedő, hasonló kinéző srác, Salmalé, és szegény Finn Wolfhard a Stranger Things-ből kinőve nem tud eljutni odáig, ahova a Salmalé eljött. Azon gondolkoztam sokat, ha már Stranger Things, hogy lehet, hogy nem akar a nős vonal lenni a film, de Stranger Things annál inkább. Tehát, hogy imádják a Stranger Things, a Sony, nagyon bejött a Sonynak a Stranger Things, és akkor akarunk egy ilyet a Ghostbusters-nél is, mert ha már a nős vonal nem jött be nekik, akkor majd talán bejön a gyerek vonal. Csak az a baj, hogy ezek a gyerekek rohadtul egydimenziósak voltak a filmben, és nem voltak annyira erős színészek sem, hogy én most annyira odaadjam magamat. Konkrétan engem a tudós lány konkrétan inkább irritált, mint hogy szimpatizáltam volna vele. Tehát, hogy nekem nem volt egyáltalán szimpatizáltam. A podcastes gyerekem nem tudtam annyit nevetni, mint amennyit szerettem volna, hogy nevethessek rajta. Tehát, hogy nem voltak annyira olyan erős karakterek. Amik a jó dolgok a filmben, és azt ti is mondtátok, az, hogy nagyon jó a nosztalgia hangulata, úgy, hogy én se vagyok, vagy Bence egy nagy Ghostbuster fan, tehát nekem is kicsit indiferens ez az egész dolog, de tudom, hogy az amerikai kultúrában ez egy hatalmas nagy mérföldkő, és a Ghostbusters az mindenkinek ott van, mert nagyon nagy színészek, meg SNL cast, meg minden, de én is úgy voltam vele, hogy azért pici nosztalgia hullámot belerakott, illetve ugye a sajnos elhunyt
Haroldnak egy nagyon szép emléket állít a film a végén. De... Ennek a film nagyon sokat segített az, hogy kijött a szellemítók a csajokkal, mert az yeah. valami botrányos, és kijötted, és ez a nem is az utolsó helyre teszed ezt, mert ez sokkal a jobb, mert sokkal a minőségű. Az a baj, ha Z kategóriához nyúlok, és most kicsit elmegyünk a filmtől, akkor én mondjuk megyek egy Fatman fele, vagy megyek egy legszarabb Jason Statham film fele. Tehát, hogy megyek a film plusz vonalba, akkor Jason a Z-hez ez is igaz, de hogy vannak sajnos neki is mellényvesek. Egyébként adták a tévébe, és én ott is maradtam volna, csak már fáradt voltam. Tehát, érdekel amúgy valamilyen szinte, hogy miért volt rossz az előző, de hogy nem tudok leülni, és most akkor megnézem az előzőt. De mondjátok, hogy miért volt rossz az előző, mert ha már úgyis Ghostbuster, akkor beszéljük. Egyébként ezt is. Az is vicces párhuzam, mert a női Ghostbusters-ben is SNL színészek vannak. Így van. Ugye így a Melissa McCarthy, a Kate McKinnon, a Kristen Wiig, meg a Leslie Jones, tehát ők is SNL színészek, és ez most tudatosult bennem, hogy ez egy vicces párhuzam. Egyébként én mondjuk a Kate McKinnont én nagyon szeretem az SNL-ben, egyébként itt is hoz egy ilyen goofy, mad scientist, leszbikus vonalat, amilyen ugye színésznő is leszbikus, tehát hogy ez így passzolt, meg ugye neki a legfurább haja, meg fura szemüveg, meg hogy ő a legmad scientistesebb. A legbirdebb. De hogy úgy valahogy ezek a poénok ott nem ültek. Tehát hogy úgy, amit mondjuk a Spy-ban elnézel, mm-hmm. meg elröhögcsélsz rajta, az a fajta típusú humor, ami ott ül, mert hogy a kém zsáner az ennek teret enged, meg hogy a Melissa McCarthy nyomja ugye a fingós, káromkodós vicceket. Ez valahogy a Ghostbustersnek nem áll jól, mert hogy az eredeti Ghostbusters is ugye inkább így a gyerekeknek igen. készült. De a Paul Feig-ék meg egy ilyen már felnőttesebb Adam Sandler-es humort akartak uh-huh. belevinni ebbe az IP-be, és ez neki nem állt jól egyáltalán. Mm. Tehát én valahol itt látom a hibáját. Ezt mondjuk el tudom képzelni, mert a Melissa McCarthy az például tényleg, hogyha a 18-as karikát rá tudjuk rá, merjük rakni, és úgy adunk neki egy ilyen ezt, amit behozott utána később a Bridesmaids óta, ezt az ilyen nagyon oda vágós, ilyen káromkodós csajt, akkor az barom jó, mert van az a Sandra Bullockos film is, igen, a Heat, igen. Az kurva jó. Most már annyira nehéz jó végjátékot kiadni, hogy hát amikor jön egy picit már jobb, ami jobb igen, volt, akkor már mindenki fogja a fejét, hogy új, egy jó végjáték van, mert nehéz, most már nem tudnak nagyon annyira jókat. Hát meg már nem is lehet mindennel viccelni. Ez így van. Kicsit, ha visszamegyünk a Ghostbusters, meg mégis csak a bandóba ülünk, azért azt ragadjuk meg, hogy ugye 84-ben ez egy brutális nagy film volt. Tényleg ezt imádták a gyerekek, felnőttek egyaránt, szóval nem lehet csak gyerekekre mondani, mert felnőttek is nagyon-nagyon-nagyon szerették. És ez a film, ez konkrétan menővé tette a fizikát. Hogy akkor a fizika az menő, az, hogy te okos vagy, az kurva király. Tehát így apuhasú, meg aputestű csávókat látunk, szellemeket elkapni. A 84-es filmnek az első résznek, az konkrétan a nagy része improvizáció. A Bill Murraynek le volt írva a szövege, egy olyan short nem mondat, ami le volt neki írva kb. That's bad. Okay. Az egész, látszik is, érződik, tudod, és annyira, ezért van szíve annak a filmnek, szerintem brutális, amúgy. Én megnéztem még a Afterlife előtt őket gyorsan a Netflixen talán, és tényleg annyira érződik, hogy így jól érzik magunkat. A Kolumbiának, a kiadónak, a stúdiónak ez a film volt a legnagyobb durranása, tényleg ez ilyen brutális izéket hozott neki, tehát a merchi, maga a film, a jegy, a minden, hogy beszéltek róla az emberek, és ezt a Kolumbiánál csak az ereszkesetek betörők, nem tudom, x évvel később tudta megdönteni. Mondtad, hogy neked ez, hogy azt a fegyvert a csaj újra megszereli, ez a leghihetetlenebb. Nem, egész. Sok hihetetlen van, csak ez volt, amit itt most számomra kiemeltem. Hihetőbb egy szellem, hogyha most itt elmegy és elkezd ott zabálni egy nem tudom szivacsot, hihetőbb, mint az, hogy a Finn Wolfhard, akinek nem volt sose apa kép előtte, oda megy és egy nagyon rég, 20 éve nem használt autót megcsinál. Tehát, hogy ott szépen megjavítja. Jó. És akkor számomra az volt, tehát ott fogtam a fejem, hogy ez most mi, és akkor utána elkezd vele krúzolni. Ez az egyik. Ettől teljesen így mondom, ez most komoly. A másik meg az, hogy azért, tehát, hogy voltak részek, ahol így mondom, hogyha ez egy picit másodpercre másod alakul, de hát ez a hollywoodi filmjátás, az, hogy a kocsival hogy ugrat fel, és ott kettővel arrébb áll a két gyerek, az szépen placs. Amúgy mondom, jó film, de ugyanúgy indiferens maradok a franchise iránt, mert hogy így, ja, lehet, hogy kellett volna látnom a női verziót is, de hogy
A sztori nem volt olyan erős, a karakterek, az új karakterek, akikért izgulnom kell, nem voltak olyan erősek. A vizuális effektek nagyon szépek voltak, nem volt semmi olyan, amikor azt néztem, hogy hú, bazd meg, ez a CGI milyen szar. Szerintem tök jól meg volt csinálva. Amúgy igen. Tövő. És amin a kislányban engem nagyon irritált, például azon felül, hogy a Proton fegyvert megcsinálja, meg a Stranger Things gyerek megcsinálja az autót, hogy a kiscsaj, a film első, nem tudom, 5-6 percében már beszólogat az anyjának, hogy neked kell be a konyhában a helyed, mert te csak a mexikai tudod megcsinálni, én professzor vagy, te kussoljál kb. És ez igen. A... Ha nekem, hogy én okay. Ilyet mondtam volna anyámnak. Szóval ezt közvetítjük, ez gyönyörű. Igen, hogy nem, hogy az a bajom, igen, hogy nincs egy karakter a filmben, akivel így szimpatizálok. Tehát, hogy nincs egy, akivel így érzek. Hát talán a Porrád, mert az... Jó, a Porrád az kurva jó. Igen. Csak ő meg nincs benne annyira sokat. Igen. Én azt hittem, hogy ő sokkal többet benne lesz, de nincs benne sokat. És beszéljünk arról, hogy egy 2021-es film is Porrádot 2021-ben megválasztották a világ legszebb filmben. És szerintem minden évben őt kéne választani, mert a csávó öregszik és egyre szebb. Ami a filmben nekem még nem annyira tetszett, hogy nagyon azért is vettem fel ezt a pólót, mert nagyon Scooby-Doo-s feelingem van az egésztől, yeah. Hogy így kölykök. De ugye a kölykök menők a Stranger Things óta. Nyilván megfilmesedtük, hogy akkor gyerekek a főszereplők, minden akkor most a gyerekek krúzolgatnak. A másik, ami nagyon nem jött be nekem, a Spengler, a, aki meghalt, ugye a karakter neve, hogy Spengler. Beállítjuk Egon. Ezt az embert, egy ilyen bunkó paraszt, fasznak, aki ott hagyja a ilyen családját, ott hagyja a barátait, akikkel láttuk a két filmet, hogy nem olyan a típus, aki ott hagyja a barátait és a családját, meg a mindenkit, és itt beállítjuk egy parasztnak, és főleg úgy hoztam a második rész, hogy az első részben konkrétan fel akarta áldozni magát New York népéért, meg az emberiségért, és így yeah. És ebben a filmben meg így tényleg oké, hogy nekik szánt, hogy ez szép emlék, de ez nem szép emlék, ez egy olyan húzás volt, kicsit, mint sok amit a Bohemian Rhapsody-nál csinált a Queen, igen. A Freddie Mercury-val. Igen. És talán a végén oké, okay, nem, mégsem volt, végig ott gondolt a gyerekeire. Tényleg pont arról az emberről, szóval egy Bill Murray-ről előbb kinézem az ő karakteréből. Persze. Tényleg belőle, aki tényleg összetartotta az egész csapatot. Nem ő volt a legokosabb amúgy? Dehogy nem, mindentől rakott kb. Össze amúgy. De tényleg nagyon szép jelenet volt a végén, amikor megjelennek az öreg, nagy öregek, amikor telefonon hívta a Buddy-be a kislány, Buddy-be van mindegy. Így a kislány, és akkor ugye a Aykroyd-ot, és akkor megérkeztek. Azt hittem, hogy a film climax-ében fog felharsanni a klasszikus Ghostbusters. Nem, csak a legvégén. És csak a stáblista alatt van, és nagyon vártam, hogy a climax alatt menjen a Ghostbusters. Meg még azon is gondolkoztam, hogy simán le lehetne forgatni egy ilyen low budget dűnét, ezzel a fekete kislányjal, meg a film Wolfhard-tal. Ugyanaz a... azt nézem, ez a dűne? Nem, ez a Szellemírtók. Csak nagyon typecastolnak Hollywoodban. Typecasting van, ez egy hiba. Sajnálom. De Porrád csodálatos, Porrád nagyon jó. Muszáj nézni a marshmallow kis izék a üzletházba. Az nagyon aranyos volt, nagyon cuki volt, kurva vicces volt. És még egy dolog, Sigourney Weaver sem öregszik, baszott jól néz ki. És 60 valahány, tehát hogy mi az Isten? Nagyon jól néz ki. Hát, mi nem fogunk soha így öregedni, azt hiszem. Szerintem erről a filmről nagyon többet nem is tudunk beszélni. Nem is, mondjuk. Ez egy aranyos cuki limonádé, nézzétek meg, egy Netflixes, kompatibilis film. Moziban már úgyse fogod tudni megnézni. Porrád az mindig jó, hogyha van, mindig jó ott van, mindig nagyon vicces, és tényleg ő a legszexibb férfi minden évben szerintem. Ha látod az előző Ghostbusters a csajokkal, akkor jó az volt a jobb, szóval hál' Isten én láttam, és így szebben tudok erre gondolni, ez az Afterlife-ra is sokkal jobb. Nézzétek meg, két órás film, kikapcsolódni, tök jó meg nosztalgiázni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Isten őrizze meg jó szokásotokat, ne felejtsetek el feliratkozni és nyomni egy nagy kövér lájkot, hogyha tetszik a munkásságunk. Jussunk el 10 000-ig, ez a következő. 10 000. Nem olyan, nincs messze. Azt hinnéd, hogy messze van, de nincs messze. Jussunk el 10 000-ig, te lehetsz a következő. We need you in the hétköznapi army. Sziasztok, köszönöm. Sziasztok! 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 Van! Szóval...